Újabb atrocitás érte a Jobbik helyi szervezetének irodáját. Csütörtök délután az árat feltörve hatoltak be a szervezet irodájába, ezzel károkat okozva a társaságnak. Az anyagi kár ugyan nem túl jelentős, de a gépen több bizalmas információt tároltak. Ha egyedül a számítógépünket tulajdonították el, szépen széthúzták a kábeleket, és azt az egy eszközünket vitték el, több érték is volt az irodánkban, mégiscsak ez az egy eszköz volt, amit ők akartak vinni. Nem ez volt az első, amikor hasonló esemény történt. Az elmúlt évben is történt hasonló rongálás, akkor ott a veszteség jelentős volt. Egy évvel ezelőtt, januárban történt egy olyan eset, amikor az irodaházban lévő, illetve a piactéren lévő irodaházban lévő irodánkat felgyújtották, és akkor is szintén a számítógépünket először szétcsavarozták, illetve abból a Winchestert akarták elvinni. Akkor is már csak a számítógépünkre utaztak, csak akkor fel is gyújtották az irodánkat. Örülünk neki, hogy ebben az esetben ez nem történt meg. A rendőrség a mostani eset kapcsán nyomozást indított.